Mit szólnátok hozzá, ha azt mondanám, hogy Kongóban gyermekek bányásszák ki a kobaltot, és ez a kobalt szükséges ahhoz, hogy a dízel- és a benzines autó guruljanak az utakon, hiszen az olajfinomításonak az elengedhetetlen összetevője a kobalt. Úgyhogy tulajdonképpen az olajgyártók felelősek a gyermekmunkáért Kongóban. Hatalmas csúsztatás lenne igaz, hiszen nem olyan nagyon nagy mennyiségről beszélünk, egyébként igaz, tehát tényleg kell kobalt az olajfinomításhoz, de alapjában véve egy csomó iparákhoz kell még, mint például az akkumulátorgyártáshoz, a festékgyártáshoz, pigmenteket például a kobalt segítségével állítják elő, gumigyártáshoz, egy csomó mindenhez kell kobalt. És hogy miért mondom mindezt, múlt héten csináltam egy YouTube shortot egy percben, próbáltam rávilágítani egy TikTokernek a félmillió megtekintésű videójára, ahol, ahol azt hangzik el, hogy, gyerekek bányásznak a kobaltot, ami igaz. Azért, hogy a nyugati országok védjék a környezetet, 7-8 éves afrikai gyerekek vérével kell fizetnünk. Azt állította, hogy az akkumulátor gyártásnak elengedhetetlen feltétele a kobalt. Az elektromos autók litium ion akkumulátoraihoz nélkülözhetetlen a kobalt. Ami nem igaz, hiszen az LFP akkumulátorokhoz például nem kell kobalt, és akkor jöttek a kommentek a videóm alá, hogy de hogy ezeket az akkumulátorokat még nem gyártják, és most még kell, de hogy például minden Standard Range Model 3 és minden standard range Model Y, és a kisebbak is, MG-k és a volvo és tehát csomó autóban már használják a lítium vasfoszfát alapú akkumulátorokat, amiben 0 gram kobalt található, nulla, 0, 0 nincsen benne egyáltalán. Tehát már az első mondat is nem mondjuk azt, hogy hazugság, mondjuk azt, hogy csúsztatás, hiszen ki lehet hagyni a kobaltot már most is az akkumulátorokból, és a jövőben pedig egyre inkább elfogjuk kerülni a kobalt használatát, például pont a gyerek munka miatt, tehát nagyon is figyelnek erre a gyártók, mert ugye a következő mondat az az volt, hogy igazából mindezért az elektromos autók gyártója felelősek, hogy Kongóban gyerekek bányásznak a kobaltot. A véres igazság az elektromos autók aksiáról. Ez az, amit az autógyártó cégek eltitkolnak előled. Ami egész egyszerűen nem igaz, tehát ha már felelős kell keresni, ugye kínai nagyvállalatok kezébe vannak ezek a, a kobaltbányáknak a nagy része Kongóban, plusz ugye a kongói kormányt kell felelőssé tenni, az autógyártók igyekeznek elkerülni a gyerekmunkával szerzett kobaltak a használatát, és egyébként ez egy viszonylag kis része. Tehát vannak hatalmas bányák, ott bányásszák a millió tonna kobaltokat, és vannak sajnos olyan bányák, ahol gyerekek dolgoznak, és igen, ott is bányásznak kobaltot, és 6-8-10 éves gyerekek is dolgoznak ebben a bányákban, egészen konkrét a 40 ezer gyermeket dolgoztatnak így, ami nagyon-nagyon borzasztó az egész téma, tényleg. Tehát, hogy nehogy ne higgyedek azt, hogy nincsen bennem empátia, vagy ilyesmi, csak hogy a, a csúsztatás az nagyon gáz. Tehát, hogy ha ezek a gyerekek nem bányászhatnának kobaltot, ezek a gyerekek valószínűleg éhen halnának. Ez az egyetlen munka lehetőség. Hogy azt mondani, hogy az autógyártók felelősek, ne vegyél elektromos autót, mert hogy úristen szegény gyerekek az, az egész egyszerűen egy borzalmasan nagy csúsztatás, de borzasztóan nehéz lekövetni a kobaltnak az útját. Van erről egy film is, Véres Gyémánt ez a címe, nézzétek meg, hogy nem láttátok. A gyémánthoz is vér tapad, a ruhákhoz, egy csomó mindenhez, a sminkekhez. És tényleg nagyon-nagyon gáz szerintem is, hogy Kongóban gyermeket dolgoztatnak bányákba, és, és borzalmas körülmények között, és igen, a, a kobaltot, belélegzett mérgező, egy csomó minden mérgező, igen. Tehát, hogy ezt mind-mind tudom. De, hogy így lájkokat gyűjteni, és ezt ráfogni egyetlen egy valamire, azt szerintem ultragáz. És ha már ilyen, ilyen durva dolgokról beszélünk, mondjak durvábbat, ami hozzánk egészen közel van. Tudjátok, hogy hány gyermek éhezik Magyarországon? Naponta 40-50 ezer gyermek éhezik Magyarországon. Tehát, ha, ha már valamivel foglalkozunk egy problémával, akkor olyannal kéne foglalkozni, amit meg tudunk oldani. Például azzal, hogy hova tesszük az X-et, majd nem tudom, X év múlva. Tehát, hogy, hogy, folyamatosan ilyen témákat elővenni, és, és, ezeket mindig látom, hogy igazából az elektromos autó a szennyezőbb, és hogy csak egy százalékot számít globálisan, nem igaz egyébként. Tehát, hogy folyamatosan ezeket a baromságokat kell olvasni, és, hogy, és ez, hogy ennél guztustanabbat nem tudok elképzelni, mint hogy úgy ráhúzni a vizes lepedőt az elektromos autózásra, ami egyébként szerintem. Én azért csinálom ezeket a videókat, mert én hiszek benne, hogy jobbá tehetik a világot. Tehát, hogy egy mondjuk nem egy két tonnás dízeles autót vesz valaki, hanem egy két tonnás elektromos autót, az jobb a városok levegőjének, és hosszú távon jobb a globális klímaváltozás elkerülése szempontjából. Tehát, hogy csomó minden szempontból, kevesebb fékpor van, tudjuk zöld energiával tölteni, nem kell olajat kibányászni, nem kell elégetni, tehát, hogy én, én hiszek ebbe, és hogy amikor látok egy olyan videót, ami, ami egyszerűen így, így csak azt mondja, hogy nem mert, mert igazából a szegény gyerekek úgy, hogy ne vegyetek elektromos autót, mert a szar, mert szemét autógyártó, hogy ez engem mérhetetlenül felcsesz. Azért, mert nem igaz most már ezt így eléggé elmondtam szerintem, hogy nem lehet így ráhúzni csak így, hogy akkor az autogyártók a felelősek. Nem, mindannyian felelősek vagyunk. Leginkább a kongói kormány, meg a kínai vállalatok, akinek a kezébe van, de hogy alapvetően bármit veszel, szinte bármit, tehát egy csomó iparákban található kobalt, vagy beülsz a benzines dízel ugyanolyan bűnös vagy. Lehet, hogy kisebb mértékben, de ugyanolyan bűnös vagy. És, és hogy megint született egy olyan videó, a világhálóra, félmillió megtekintéssel, ami, ami, egy, egy újabb félinformációt tartalmaz, ami, ami, egy csomó embernek a fejébe beférkőzik, és tényleg az ilyen félrevezető clickbait címek, az ilyen clickbait videók és az ilyen féligasságokon tartalmazó, féligasságokat tartalmazó videók miatt van ez a borzasztó mértékű tájékozatlanság az emberek fejébe, mert sokkal egyszerűbb egy, egy két perces videóba a, az ilyen bullshit elhinni, mint mondjuk tájékozódni és után és mondjuk megnézni az én videóimat, amik 20 percben foglalkoznak ezek a témákban, és még az is nagyon-nagyon kevés, csak hosszabbakat nem néznek meg az emberek. Tehát a, a tipikus ilyen, ilyen ö, komment az összes elektromos autós videó vagy cikk alatt, hogy az elektromos autó a szennyezőbb, mint a benzines vagy a dízel, mert hogy a gyártása. És hogy egymilliószor el lett mondva, hogy nem. Egymillió tanulmány van erre, és nem. Tehát az egész élettartama során az elektromos autó nem szennyezőbb, mint a dízel vagy a benzines. Kivéve mondjuk Lengyelországban, ahol mindenhol szén kell termelik az áron. Ugyanilyen bullshit az is, hogy de a repülők meg a hajók többet szennyeznek, hogy nem erről is van, nem tudom hány videó már hányszor elmondtam, hogy nem igaz. Tehát, hogy a közlekedés 16-17-18%-ért felelős, ennek körülbelül fel a személyi autó, és még 11-11% a hajók, illetve a repülőgépek szennyezése. Tehát nem. A hajószállítás például a hajónak a, a hatékonysága áruszállítás szempontjából a vonat után a második leghatékonyabb. Csak rohadt sok szart rendelünk Kínából, és ezért rohadt sok ilyen nagy hajó megy, meg szállítják ide ugye az olajat, amit kitermelnek olajtankerekkel. Tehát az, az miért nem fáj, hogy, hogy az ilyen szennyező? Miért csak az fáj, hogy akkor hú, de ne foglalkozzunk az autózással, mert hogy a, a hajók azok szennyezőbbek, akkor hagyjuk is a francba az egészet. De hogy ezek ilyen bullshitek, ahogy az is búsít, hogy a most dizel autók olyan tiszták, hogy hegyi levegő jön ki a kipufogóból. Nem, nem igaz. A széndiokszid kibocsátás az pontosan ugyanannyi, hiszen egy liter elégetett gázolajból lesz 2,6 kg széndiokszid, ami belekerül a légkörbe, és így klímaváltozást okoz, és felmelegít a felett, bla bla bla, ami tudom, persze egy csomó ember szerint nem igaz. De hogy persze vannak rohadt jó szülők, meg van egy bár az blue is le kell gyártani, és az is környezetszennyező annak a gyártása is, de hogy csak egyet értsetek meg, hogy lehet, hogy most tiszta a dízel, de hogy tíz év múlva, amikor nem éri meg karbantartani akkor ugyanolyan rohadt kormoló szar lesz, mint a mostani tíz éves dízelesek, amit nem tartanak karban, mert nem éri meg. Melyikkel akarod, hogy bezárjanak a garázsodba? Az elektromos autóddal, vagy a dízel autóddal? Döntsed el. Mindig megkapom, hogy persze, András, mekkora álszent gyökér, sötét vagy hogy te fosszilis erőműről tölt az autódat. De hogy nem! Tehát, hogy egyrészt én napelemmel töltem az autómat, és egyébként az EU-nak az energia energiamixer rohadtul nem foszilis már. Tehát százalékosan, ha megnézed, hogy mennyi a szén, a lignit, mennyi az atomerőmű, mennyi a szél, illetve a napenergia, vízerővek, akkor azt látod, hogy egyre jobb évről évre, egyre jobban állunk nyáron. Például Magyarországon mindössze 1 kWh áramhoz 159 g szén társul az nagyon-nagyon az jó érték. A lengyeleknél mondjuk nem tudom, 600. Tehát sokkal rosszabbul állnak. Aztán jönnek ezek a kommentek, hogy az akkumulátor veszélyes hulladék, és így el kell ásni, hogyha tönkre megy. De hogy nem! Tehát hogy írtatlan baronság, hogy honnan szeditek ezt, hogy nem kell elásni, újra lehet majd hasznosítani az akkumulátorokat, már most is újra hasznosítják, csak még nincs mit. Mert hogy nem mennek ezek olyan gyorsan tökre, tipik komment, majd három év múlva le kell cserélni a tesla az akkumulátor, de nem, tehát, hogy eleve 8 év akkumulátor garancia van minden elektromos autógyártóknál. A Tesla már 1 millió mérföldre tervez az akkumulátorait, tehát, hogy mi az Istenről beszélünk, tehát, hogy mielőtt kommentelsz, és miért azt hiszed, hogy te rohadt vagy, nézd meg a videómiat, és majd utána szedd össze még pluszba az infókat innen-onnan, hiszen én biztos elfogult vagyok, tehát akkor nézd meg egyéb videókat is, és akkor utána kommenteljél. De azt se írd be, kérlek, hogy az elektroszmag megjel az autóba, mert erről csináltam videót, és nem, nem ölnek, és ezt is tesztelik a gyártók rohadt nagy hangárakba be van rendezve mérőműszerekkel, és tesztelik az elektroszmogot, és még az sincs bizonyítva, hogy az elektroszmog megöl. Tehát ott tartunk, hogy nem is tudjuk, hogy megöl -e, hogyha van. Kedvence, hogy az elektromos autózás az, az igazából tökre nem zöld, és csak üzlet. Ember, miről beszélsz? Tehát az elektromos autó gyártói azzal szenvednek, hogy nem keresnek pénzt az elektromos autókon, kávé a Tesla kivételével mindenki vesztességgel adja le az elektromos autóit. Tehát, hogy miért mondod, hogy ez csak szimpla üzlet? Nem arról szó, hogy tisztább legyen a föld, és ezért hoznak törvényeket, és a dízelek nem fogják tudni tartani azokat a normákat, és ezért az egyetlen út az, az elektromos autó. És ilyenkor jön komment, hogy nem, mert a hidrogén a jövő. A hidrogénről is van videó, beszéltem szakemberrel is, Hajókban, repülőkben lehet, nagyon sokára, de az autózásban eldőlt, hogy nagyon úgy néz ki, hogy az elektromos autózás a jövő, és nincs más. Nincsen vízzel hajtott autó. Ezt is mindig bekommenteli valaki a kedvenc kommentem az volt a TikTokon, hogy az azért fejez igazság, mert hogy egy nő mondja a TikTokon. mi van? Hogy nem. Nagyon szeretem az okos nőket, imádom őket. Van egy nagyon jó csatorna, ajánlom, hogy beteszem ide alulra, őt nézzétek. Tudjátok, mi fáj a legjobban ebben az egészben? És még nem akarom itt sorolni a Pestig ezeket a, tévhiteket. Tényleg van, megszakértem, playlistem, ott az összes ilyen videót beraktam. De hogy ott tartunk, hogy, hogy egyre több a buta ember, és már nem a butáknak kell elnézést kérni, hogy ők rosszul tudnak valamit, mert buták, meg, meg hülyék, hanem, hanem azoknak, akik ezeket a buta embereket próbálják felvilágosítani, és ezeket a. Ne ne is mondjuk, hogy buta embereket, hát hogy azokat az embereket próbálják felvilágosítani, akik nem járnak utána, és tévhitekben vannak. Tehát, mintha az iskolában a tanárnak kéne elnézést a diáktól, hogy Jaj, bocsinál, úgy biztos te tudod jól. Nem. Nem a buta ember tudja jól. Az okos emberek tudják jól. És nem arról beszélek, hogy én okos vagyok. Én mindössze annyit csinálok, hogy próbálom edukálni magam, hogy okosabb legyek, hogy ne legyek hülye, hogy ne halljak meg hülyén. És nagyon okos emberek által összeszedett, összeszedett infókat, tanulmányokat zanzásítok nektek, hogy ne kelljen, én nagyon sokszor órákat olvasok egy-egy témáról, egyetlen egy témáról, mint mondjuk a hidrogénről, és azt megcsem egy 20 perces videóban, hogy neked ne kelljen órákat olvasni róla hogy tudjad, hogy miért nem terjednek a hidrogénes autók, hogy miért nem hatékonyabbak a hidrogénes autók, és hogy mik a problémák, hogy kevés az ölt hidrogén. Egy, van erről is 20 perces videóm, szakemberrel beszélgettem, egy nagyon okos szakemberrel. De hogy szerintem az nagyon-nagyon borzasztó, hogy TikTokon féligasságok, vagy akár teljes hazugságok terjedhetnek félmilliós, egymilliós megtekintésekkel. Hát ez lett volna a mai téma, írjátok meg mi a véleményetek. Nagyon köszönöm, hogy megnéztetek ezt az epizódot, és feliratkoztok a csatornámra, és terjesztitek ezeket a próbálok nem fél infókat terjeszteni, szóval ezeket a videókat, hogyha megseréltek, azt nagyon megköszönöm. Nagyon köszönöm a Tiszt Energiátnak, Rekhoz superszokonak, Szuperszakonak, Smart Disconnak, Skyflow autóforgásnak, a QNC annak a támogatást, és egy újabb tévhit, hogy nem, engem nem fizet semmiféle zöld lobby, vagy kormány, vagy senki, tehát hogy nem vagyok lefizetve. Ezeket a videókat azért csinálom, hogy edukáljam az embereket, mert hiszek ebben, hogy jobb lehet ettől a világ. Sziasztok!